Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy Iker Lang szerelmi jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Meriadé számára. Kedves Meriadé, üdvözöllek téged, ez a te videód, és kezdeném a szerelmi kirakással, utána áttérek az asztrológia területére. Bal oldalon láthatóak a te kártyáid, jobb oldalon pedig az övé. Itt középen ez a három kártya mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Az első kép, ez a torony, azt jelenti, hogy te fogva érzed magadat. Keresel egy új lehetőséget, vagy egy kiútat. Nem csak a szerelmi élet területén, hanem ami a munkádat illeti, arra is vonatkozik. Ez a torony jelenti azt is, hogy idén nagy változások lesznek nálad. A középső kép azt jelenti, hogy te úgy érzed, hogy minden a feje tetejére állt, és elveszíted a talajt a lábad alól. Viszont ezt a képet meg lehet fordítani, és akkor másképp látod a dolgokat. Ezt mutatom majd. A harmadik kép jelenti a csillagokat, ami szerencsét hoz számodra. Azt is jelenti, hogy ez mind megvan írva a csillagképekben, őrizd meg ezt a belső egyensúlyt. Ez a hölgy itt mutat két korsót. Az egyik korsóból az arany ömlik, a másikból az ezüst. Ez jelenti a napot és a holdat, a tudatos dolgokat, a gondolatokat, ez a nap energiája, a hold pedig az érzelmekre, az öntudatra utal. Itt kell a belső egyensúly, és ez a hit. És most megtekintjük ezt a középső kártyát, de más oldalról. Tekintsd meg ezt a középső kártyát, ez a férfi másképp látható, olyan, mint egy elegáns mozdulat, mint egy balett táncos, és megérinti a földet, tehát van talaj a lábad alatt. Valamit más szemszögből kellene megtekinteni. Az, hogy nálad változások lesznek, azt mutatja ez a torony, de szerencsét hoz ez számodra. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Jobb oldalon az első kártyán az ördög látható. Az jelentheti azt, hogy nem hisz magában, és vannak olyan gondolatai, ezt én úgysem érem el, ez nem az enyém, nem kapom meg. Ezek rossz gondolatok. Viszont ez az ördög utalhat arra is, hogy vannak hamis emberek az ő környezetében, akik becsapták őt. Te a középső kártya jelenti azt, hogy ő elbúcsúzik ezektől az emberektől. Ő lezár valamit, ott hagyta őket, és keres egy új irányt. Nem látja, hogy hova vezet, de úton van, és bízik a sorsban. Ezt jelenti ez a sors kereke. És ahogy te érzed, hogy köztetek megvan ez az Iker Lang szerelem, akkor így a sors utatok kereszteződött, vagy megvan írva a sorsok könyvében. Ő most hisz ebben, és ez az irány még nem érkezett oda hozzád, de közeledik. Most visszatérek a te kártyáidra, és megnézzük azt, miről kellene elgondolkozni, mi várható rád a közeljövőben. Az első kártya ott fent bal oldalon utal a tűz elemére és egy új irányra.
A tűz eleme jelenti a bátorságodat és a lelkesedést. Lesz itt egy új kezdet. Nem csak a párkapcsolat területén, hanem ami a munkádat illeti. A középső kártyán láthatunk egy tolvajt. Ennek most így jó jelentése van, mert a múltat lezárod, ez a tolvaj elveszi ezt. Azon kívül látható ezen a képen ez a szürke felhő a háttérben, ami a félelmekre utal, és a tolvaj elveszi ezt. Átteszed magadat a félelmeken. Erre utal a királynő is, mert a kardjával elvágja ezeket az érzéseket. Azon kívül ez a királynő fontos döntéseket hoz. Megvan a büszke királynői tartás is, és uralkodik a levegő eleme felett, ami a könnyűségekre utal, de a kommunikációra is. Lesz tőle egy hír, lesz újra egy kapcsolat. Ami a munkát illeti, ott is vannak lehetőségek, és egy jó ajánlat számodra, és te hozod a döntéseket, hogy te ezt elfogadod-e, vagy sem. Most megnézzük azt, hogy miről kellene neki elgondolkozni, mi várható nála a közeljövőben. Ott felül jobb oldalon van egy kard. Ez az övé, és ő kezébe veszi ezt a kardot. Mivel az egyes szám látható, az arra utal, hogy ő egyedül van. Ezzel a karddal döntéseket fog hamarosan hozni, és elvágja a félelmeket. Ő is átteszi magát a félelmeken. Ez a kard a levegő elemét szimbolizálja, és az utal kommunikációra. Ő kezébe veszi a dolgokat, keresi veled a kapcsolatot, és lesz egy hír. A középső kártyán láthatóak az érmék. Az utalhat az ő anyagi helyzetére és a munkahelyére. De az igazságtalanságra is. Az egyiknek nagyon sok érméje van, a másik kap ebből egy keveset, a harmadik meg nem kap semmit. És ez azt jelenti, hogy ő igazságtalanságokat élt át, mások kihasználták őt anyagilag is, voltak ezek a félelmek, de most átteszi magát ezeken az érzéseken. Ő tudatában van ezzel, hogy ez így van, de a harmadik kártya mutatja, hogy azon dolgozik, hogy minden rendben legyen. Szintén az érmék, amik az anyagiakat jelenti. Lehet, hogy nála volt ez a veszteség, mert valaki ellopott tőle valamit, vagy kihasználta anyagilag, és most nagyon szorgalmasan dolgozik, hogy rendezze a pénzügyi dolgokat. Ezek az érmék nem csak az anyagiakra utalnak, hanem a belső értékekre is. Ő most tudatában lesz azzal, hogy ki értékes számára. Ha megnézed ezt a harmadik képet, ahol az a férfi olyan szorgalmasan dolgozik, ő a munkájára figyel, a háttérben viszont ott van az az ablak, ami a szabad időre utal. Kellene számára egy kis szünet, pihenés, a szabad időt élvezni, de ő most még nem tekint ebbe az irányba. Most megnézzük az alsó kártyákat, nálad kezdeném, itt vannak a titkok. Vagy az, amit te eltitkolsz, vagy nem akarsz odafigyelni rá, de azt is jelenti, mi történik a későbbiekben, ami még nem látható, tehát ez is egy nagy titok.
Bal oldalon alul látható egy arany érem. Ez a tiéd, ez mutatja a te értékeidet, a tehetségedet, a belső értéket is, és ez az arany út azt jelenti, hogy te jó úton vagy, lesz változás ebben az évben. Ez az arany érem utal az anyagiakra, munkahelyedre is. Lesz egy munkahelyi változás. A középső képen látható egy király, és ez a király uralkodik a tűz eleme felett. Mutatja a bátorságát, a lelkesedést. Ez a férfi, a te lelki társad visszatér hozzád. A harmadik kép szintén az érmékre utal, itt látható egy másik férfi. Az érmék szimbolizálják a föld elemét, és ezek a reális dolgok. Az azt jelenti, hogy a te lelki társad gondol rád, visszatér hozzád, lelkesíti őt ez a párkapcsolat, és itt lesznek tettek, reális dolgok. De ez az érem utal másra is, mégpedig az anyagiakra és a munkahelyedre. Itt lesz egy munkahelyi változás, de ne siessd el a dolgokat. Ez a lovas férfi azt is jelenti, hogy te megismerkedsz valakivel a munkahelyen. Az lehet az ő munkája is. Most megtekintjük az ő titkait, vagy azt, amit eltitkol előled, vagy azt, ahova nem akar oda nézni, jelentheti azt is, hogy később fog ez bekövetkezni, amit ő még nem lát, tehát ez is egy titok. Alul, jobb oldalon látható egy fiatal fiú. Kezében van egy arany kehely, ami az érzelmekre utal. Akkor is, ha ő ezt eltitkolja előled, biztos lehetsz abban, hogy ez a férfi szeret téged. Ő megpróbálja elnyomni az érzelmeit. Ez a kehely mégis ott van. Ez a fiatal fiú még olyan bizonytalan. Először úgy nézegeti ezt az arany kehelyt, megpróbál vele megismerkedni, tehát neki problémái vannak, ami az érzelmeket illeti. Illetve úgy mondanám, hogy nem tudja kimutatni az érzéseit. Erre utal a középső kártya is, visszahúzódik. De te hiányzol neki, mert a kelyhek ott vannak, ez a szerelem, és ezt nem tudja letagadni. A harmadik kép az a lovas férfi, itt már mozgásban van, mutatja a jövőt, ő visszatér hozzád, átnyújtja ezt a kelyhet, kimutatja az érzelmeit. Az utolsó kártya ott fent azt jelenti, mi köt össze benneteket. Ezen a képen látható egy uralkodó nő. Te vagy ez a hölgy, és ő felnéz rád, így tekint rád. Azon kívül jelenti azt is, hogy te uralkodni fogsz a helyzet felett, a gondolataid felett, az érzelmeid felett, és biztos lehetsz abban, hogy ez a férfi szeret téged, megbecsül téged, felnéz rád, és visszatér hozzád. És most áttérek az asztrológia területére. Itt ezen a képen láthatod a bak jegyét. A te horoszkópodban, a bak jegyében van a te napod, Merkur bolygó és Vénusz bolygó. Az első életszakaszban vannak itt korlátozások,
A második élet szakaszban a bak jegye segít neked abban, hogy elérd a céljaidat. A nap utal az apukádra, de utal a te énedre is. Merkur bolygó mutatja a gyermekkort, az ifjúságot, de a kommunikációt is és a tudást. Ha vannak céljaid, amit a munkádon el szeretnél érni, vagy valamit tanulni, ez utalhat képzésekre is, Merkur bolygó segít ebben neked. Itt van Vénusz bolygó, az mutatja a te nőiességedet. Itt a bak jegyénél olyan szigorú nevelésekről van szó, de mint mondtam, a második élet szakaszban a bak jegye szerencsét hoz neked, mert megkapod az elismerést, és mások felnéznek rád. Nem csak a környezetedben vagy a munkahelyen, hanem a szerelmi élet területén is, ugyanúgy, mint a jóslásnál látható volt ez az uralkodó nő. Ebben az évben nagyon sok dolog történik nálad, lesznek változások, sorsdöntő változások. Egész évben itt mozog Szaturnusz bolygó az indiai számítás szerint. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, őrzi a kármát, a kármikus témákat, és tanít bennünket. Erre számíthatsz, hogy sorsdöntő változások lesznek nálad különböző életterületeken. Ebben az évben, a következő években is itt mozog Plutó bolygó a bak jegyében, az azt jelenti, hogy koncentrálj arra, ami számodra előnyös, amire szükséged van. Te állsz most a középpontban, utal a belső erődre. Plutó bolygónál vannak testi kapcsolatok is. Januárban, februárban, márciusban és áprilisban van Jupiter hatás, ami szerencsét hoz neked. Jupiter bolygó májusban elbúcsúzik a bak jegyétől, de visszatér. Visszatér október és november hónapban, ezek lehetőségek. A te horoszkópodban a nap és Merkur bolygó egy úgynevezett konjunkcióban áll. Együtt hatnak. Ők találkoztak itt, és mivel együtt vannak, nem tudod ezt elválasztani. Ez azt jelenti, hogyha kommunikációról van szó, akkor ott van a nap. És te világosan akarod látni a dolgokat. Arra is utal, hogy te kimondod a véleményedet. Viszont a napnak van erős kisugárzása, és előfordulhat néha, hogy Merkur bolygó árnyékban van, nem veszik észre. És ezt úgy éled át, hogy mások nem figyelnek oda arra, amit te szeretnél, vagy amit te közöltél másokkal. A rák jegye a bak jegyével szemben áll. Itt a rák jegyében van nálad egy visszatekintő Jupiter bolygó. Ez a mozgás, ez a visszatekintő mozgás utal a múltra, a gyermekkorodra, vagy kármikus témákra. Jupiter bolygó mutatja a te belső nagyságodat, a bölcsességet, a tudásodat, de itt ez a visszatekintés kicsit fékezi,
Azon kívül a Jupiter bolygód egy úgynevezett opozíciónban áll a Nap és Merkur bolygó között. Ez az opozíción azt jelenti, hogy kapcsolatban vannak és szemben állnak. Merkur bolygónál szintén tudásról van szó, ugyanúgy, mint Jupiter bolygónál. De ott van a Nap együtt. Együtt hat Merkur bolygóval. Természetesen ennek van előnye is, hogy átlátod a dolgokat, vannak okos gondolataid. De utalhat apai témákra is. És ha a Nap túl erős, és megvan ez a nagy kisugárzása, és Merkur bolygó ott van a háttérben, és nem tudja magát kibontakoztatni, akkor úgy érzi, hogy mások átnéznek rajta, nem veszik észre. Ezek gyermekkori emlékek, mert Merkur bolygó az utal a gyermekkorra és az ifjúságra. Azon kívül hat ez az opozíción is, mert ezek szemben állnak. Ez olyan, mint egy tükör. A gyermekkori emlékek tükröznek számodra valamit, és Jupiter a rák jegyében szintén utal ezekre a családi kapcsolatokra. Most felnőtt korban elértél ahhoz az élet szakaszhoz, amikor te ezt le tudod zárni, bízhatsz magadban, bízhatsz a bölcsességedben és a rák hatása alatt az intuíciódban is. Ez egy belső forrás, és ez egy kincs számodra. A feladatod ezt felfedezni. Ez a te belső nagyságod, a te tudásod, a te tehetséged. Amit még ez az opozíción mutat, ez olyan, mint egy mérleg. Mérlegelni kell a dolgokat. Középen megtalálni az arany középutat. Azon kívül kell a belső egyensúly. A hold szimbolizálja az érzelmeket. A te holdad a halak jegyében van. A halak jegye a víz eleméhez tartozik, ahol a hold jól érzi magát. Érzelmekről van szó. Ebben a csillagképben két hal van, mutat két irányt. Utal az érzelmekre. Az egyik irány a félelmek, a bizonytalanság, a másik pedig az önbizalom, a hit, a szeretet. Itt te választasz. Bizonytalan vagy, akkor úgy nem mennek előre az események, de ha hiszel magadban, és abban is, hogy minden jóra fordul, akkor itt lesz egy mozgás, és lesz siker. A holdad a Reváti holdházban található. Ez az utolsó holdház, és az azt jelenti, hogy te mindig, mindenütt eléred a céljaidat. A te horoszkópodban a hold és egy visszatekintő Plutó bolygó között van egy úgynevezett quincunx aspekt. Ez a kapcsolat kihat rád. Ezt én úgy tudnám elmagyarázni. Képzeld el, van előtted egy inga. És én megkérdezném, mondd meg, hogy melyik irányba fordul ki. Akkor mit válaszolsz? Azt mondod, nem tudom, fogalmam sincs. És ez a bizonytalanság érezhető nálad bizonyos helyzetekben. Mivel Plutó bolygó visszatekintő, ez a múltadból jön. Légy magabiztos. Plutó bolygó mutatja a te
belső erődet, a te belső hatalmadat kihat az oroszlán jegyéből. Te állsz a középpontban. Legyen ez a büszke királynői tartásod. Mars bolygó mutatja a te erődet, de a lelki társadat is. A te horoszkópodban Mars bolygó a szűz jegyében van, itt a föld eleméről van szó, tehát reális dolgokról, te szeretnéd az álmokat megvalósítani. A holdad a halak jegyében nagyon álmodozó, és Mars itt a szűz jegyében a tettek embere. Ezek is így szemben állnak, itt is tükröződik számodra valami. A Mars bolygó itt a szűz jegyében nem csak a rendet mutatja, hanem a gyógyító hatást is. Nálad megvan ez a gyógyító energia mező, ami lehet a hivatásod is, de ez a gyógyító erő kihat a szerelmi életre is, mert Mars bolygó szimbolizálja a lelki társadat. Nem csak ő hat rád így, hanem te, a te energiáddal, a te szereteteddel hatsz rá. Ennek is megvan ez a gyógyító hatása. Kedves Meriati, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!